Sziasztok! Ez itt a semleges térfél, és mielőtt még elkezdenénk, mondok egy pár információt, addig fel tudtok iratkozni, és fel tudom hívni a figyelmeteket arra, hogy iratkozzatok föl, szóljatok hozzá, osztátok meg videótartalmainkat, és hogyha esetleg pénzzel szeretnétek támogatni, azt is meg tudjátok tenni a leírásban, látjátok, hogy milyen módon, és akkor még mindig nem jön az idézet, pedig az szokott következni. Nem véletlen ez a lila szín, és az sem teljesen véletlen, hogy ott pedig nem látok zöldet, mert mutatunk egy zöldet, az most így néz ki, ugyanis egy zöld háttér előtt ülünk. Így hát el kell mondanom külön, hogy itt mi úgy ülünk, Kolárik József. És Fürgyes Szabolcs. Hogy Kolárik József a Ferencváros. Fürgyes Szabolcs pedig az Újpest szurkolója. És hát ezzel kapcsolatban pedig azt kell elmondanunk, hogy, hogy bár ez így van, de a semleges térfél számunkra azt jelenti, hogy mi sokkal inkább az azonosságokat, mint a különbségeket keressük. Egy Jó, van. és hogyha már ez így történt, akkor én csak egy bizonyos szikszói vállalat termékeit iszom. Most váltottam egy olyanra, amelyiknek lő a direkt nem mondom a vállalat nevét is, ez nem a fizetett reklámnak a helye. Bár el kell, hogy mondjam, hogy egy cikkünk kapcsolatban egyszer kaptunk egy elendik csomagot, de azt sem tartottuk etikusnak átvenni ettől a cégtől, mint ahogy mástól sem tartottuk volna, mert valaki vagy támogatunk, vagy írunk róla, de a kettő együtt az egy kicsit furcsa lenne. Na de, akkor most már mindent elmondtam, meg feliratkoztatok. Jó? Lájkoltatok is. Hát simán. Akkor jön az idézet. A bíró nem tartozik egyebet respektálni, csak a törvényt. Megjegyzem a törvény a futballban, a futball játékszabályait jelenti. Az idézet pedig Kossuth Lajostól származott, az intro után pedig elmondom, hogy miért mond ez az idézet került ide. Na, hát mert hogy egy kicsit úgy megyünk a BB-be, jó? Most egy és, kicsit, igen. És ha már a BB, akkor kezdünk a, a a Fradi Tottenham mérkőzéssel, amivel kapcsolatban Józsi már tett egy történelmi kitekintést is a beharangozó videójában. Nevezetesen az, hogy ugye az első dokumentált a Magyarországon lejátszott hazai futball mérkőzést a Tottenham labdájával játszották le, amelyet Charlie bácsi, Lőverózen Károly, igen, hozott haza, aki egyébként két évet játszott, az akkor már azt legalább 20 éve, vagy majdnem 20 éve regnáló nem csapatától. Na most, ö, erről a mérkőzésről azt tudom mondani, hogy szerintem a, a, a Fradi az ö, megcsinálta azt, amit tőle elt, szerintem semmi Szó nem érheti a ház elejét ebből a szempontból. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy bizony egy kis szerencsével, vagy jobb minőséggel, vagy bármilyen más külső körülmény által esetleg támogatva, akár még egy döntetlenre is bőven jó lett volna. És akkor itt kell mondanunk, hogy Raúl Gustávónak jobbulást. Igen, eltört a kulcsontja, és elszakadt egy szalag a vállába, tehát jövő tavasznál előbb biztos, hogy nem látjuk őt igen. előbb. Ezért nem jó, hogyha van szalag a vállatokban, mert el tud szakadni. Hát igen, van ilyen. igen. <laughs> 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 Úgyhogy, de tényleg jobbulás neki. És hogy ugye miről szólt az idézet? Arról szólt, hogy itt volt egy ilyen erősen vitatható bíróítélet, nevezetesen, hogy a, ö, a Fradi első góljának tűnő ö, helyzetet, akkor mondjuk így, nem adta meg a bíró ö, les okán. Na most, én abszolút azt gondolom, hogy nem volt les. Nem tudom, te Józsi, hogy láttad? Én nagyon sokszor visszanéztem, de nekem határozott élmény, nem volt les. Hát én nagyon elfogult vagyok természetesen Ferencváros szurkolóként is, magyarként is, nem meglepő, hogyha azt mondom, hogy szerintem sem volt les, és nagyon sok külföldi oldal, nem csak magyarok, hanem külföldi oldalak is hát témát adott a, ez, a, ez a dolog, és hát ö, inkább azt mondták, hogy a támadó focit kellene támogatni, és ezeket, ezeket a két szituációkat jobb lenne inkább megadni a legtöbb helyen. Tehát nem foglaltak mindenhol állást, de azt mondták, hogy általában az ilyen helyzeteket meg szokták adni. Ha bármit mondanék, akkor úgyis, hogy mondtad, szerecsen mosdatás lenne? Hát igen. De lehetséges, de én azt mondom, és ugye mondtuk itt a nexust Fradi, Újpest, Újpest, Fradi-Újpest-Újpest-Fradi kapcsán, hogy én akkor sem láttam így, hogyha én Újpest-szurkuló vagyok, és nevezetesen itt a Fradi gólját vették el. Ez ö, ezt én már sokszor elmondtam, hogy a nemzetköziben magyar csapat van, és nem magyar csapat van, és ez egy teljesen más felállás, mint a hazai bajnokság, de ö, engem egy kicsit meglepet, hogy azért olyan 60 vagy 60x percig, hogy a a jelenlegi magyar labdarúgás, legtechnikásabb játékosa. Hát ott volt a pályán. Hát, volt egyébként egy két szép megmozdulása, és hasznos is tegyük hozzá. Hát, ha szállányára gondolsz most, volt egy olyan lövése, ami hogyha bemegy, akkor a mai napig is arról beszélünk ugyanúgy, mint az angoloknak arra a kapufáról bepattanó, éppként csodálatosan szépen helyezett labdája, körülbelül hasonló volt egyébként. Újhegyen még mellé tudta tolni. Hát ezen kívül hát olyan sok megmozdulása nem volt, de az biztos, hogy vérprofi mozgott, hiába azért sokkal több mozgása van szükség egy ilyen angol csapat ellen, de azért megvillantotta itt is, hogy van benne kakaó, és talán egy pár hónap múlva már ilyen problémái nem lesznek. Az igazság, hogy nem tudjuk, hogy milyen állapotban jött el a szerbektől, de ha elég volt neki ahhoz, hogy hat gólt szerezzen, akkor mindenki levonhatja a következtetéseket ezzel kapcsolatban a tanulságokat, hogy a Magyar Bajnokság milyen kihívások elé állít egy igazi profi játékos, ha elég ennyi is. Hát igen, én pedig idézném itt, még mielőtt egyébként abba belemennénk, hogy most ez jó volt, vagy nem volt jó, én azt mondom, hogy ebben az esetben is pont ezen oknál fogva, hogy a magyar bajnokságban ő 5 gólt, vagy hatot. Hatnál van. Van. valami ilyesmi, és ott volt egy olyan mérkőzés, amit 15 perc alatt rúgott hármat. Itt, itt, meg ugye az volt, ami, hogy, hogy nem igazán tudjuk összevetni azt a fradi teljesítményt, amit most láttunk, meg azt, amit az nb 1 ben látunk, mert hát, mint hogyha a lábilabda és a futball nem lenne ugyanaz a sport időnként úgy tűnik, de nekem az nagyon fontos, hogy mit nyilatkozott itt ugye Pászkál Jánzen, mert én most nem láttam egy széteset, vagy egy olyan Fradit, aki nem tudná, hogy hogyan és mit kellene játszani, és ő azt nyilatkozta, és ez szerintem nagyon fontos. Látjuk, mekkora a különbség a hazai bajnokság és a nemzetközi színvonal között. Jó látni, hogy közelítünk afelé, amit elvárunk magunktól az Európa Ligában. Szerintem ma jobban játszottunk, mint egy hete az Anderlecht ellen, de a labdarúgásban nem mindig azt kapod, amit beleteszel. Le kell vonnunk a következtetéseket, meg kell tanulni leckét, és nem szabad, hogy önbizalmat veszítsünk. <kül> Ugye én azt mondom, hogy, hogy magyarul a Pascal Jansen azt mondta, hogy ő fel tudja fedezni a az előző ö, nemzetközi kupamérkőzéshez képest a fejlődést. Én is azt mondom, mert ez egyébként egy jelentősen jobb csapat volt. Ö, és innentől kezdve ö, én azt mondom, hogy, hogy most megvolt az a lépés a Jánzentől, vagy a Jánzsen féle csapattól, amire szerintem, bár én nem vagyok, ö, ennek, és nem vagyok a fradi szurkolótáborába benne értelemszerűen, de szerintem valami hasonlót vártak, még akkor is, ha az eredmény az úgy alakult, ahogy. Hát igen, és amikor azt mondta Jánzen, hogy megtaláltuk a Tatanem gyenge pontjait, hát elég sokan azért bajuk be, magunkat, de tényleg megtalálta. És a baloldali hátvéd, hátvédre rá lehetett játszani a labdát, és szinte minden támadásunk úgy érkezett, hogy Csivics, aki nem tudom, egyszerűen megint megtanult beadni. Tehát mondtam, hogy majdnem egy éve nem láttam így játszani. De most ugye Csivics ő a középpálya játszott, és mögötte volt még bal oldalon egy ember, hogyha én jól gondolom. Hát ugyanúgy a széről beadott labdákan. Csak nem, nem, nem left wingerként kellett Végig igen. robotolni a pályát, hanem ott valahol a közepénél vette föl a fonalat. Lehet, hogy ez sokat használt, hogy nem kellett egész meccsel robotolni, így a koncentráció, meg a, a szufla nem fogyott el, akkor a koncentráció sem. Hát igen, és sokan igazi szakértők megalapították azt, hogy, hogy ez a pozíciós játék, amit a Jánzen szeretne megvalósítani itt a Ferencvárosnál, Hát vannak olyan játékosok, akik nem tudják ezt játszani. Tehát ugye jellemző volt a Ferencvárosra ez a rohanós-lerohanós játék, egy betonbiztos védekezésben, ugye nemzetközi be ezt játszottuk, és hát ennek az áldozata például a Traoré, akiről kiderült, hogy hát eddig is tudtuk, hogy iszonyatosan egylábas, ballábas, de hogy nem tud beadni, és nem tudja azt a fajta játékot játszani, amit elvárna tőle a Jánzen, és én szerintem ennek majd a későbbiekben lesznek következményei. Bocsánat, a Traoré az a, a, az ilyen egyenes támadásokban, abban tud érvényesülni? Isten igazából. De a kombinatív igen. játék az meg az egy-két érintőben nincsen neki gond, amikor pozíciós játékot kell játszani, uh -huh. amikor, tehát a labda birtoklása a lényeg, tehát nem, nem, úgy, mint a Mourinho, aki azt mondta, hogy nem az, a, nem az a lényeg, hogy nálam legyen a labda, mert úgyis én irányítok, hanem, hanem ezt a fajta játékot, ahol többet kell a labdát birtokolnia, mint azt, hogy be tudtuk bizonyítani, let, be tudta játszani a Ferencváros, hogy a, a, Premier League egyik élcsapata ellen is tud labda birtoklást játszani. Nem minden esetben, de igenis, fel, igenis képes rá, és ha megnéztük a, a felcsút elleni mérkőzést, amikor ugye azzal nyert a Ferencváros, hogy a befejezéseknél sokkal jobban koncentrált, ugyanez volt a különbség, most pont a tata nem javára. Igen, és azért erről el kell mondani, erről a mérkőzésről, hogy azért látszott, hogy a tata a jobb. Tehát ez egyértelmű persze most itt ezzel ö, nincs ö, ez e felül különösebb kérdés. De én azt mondom hogy a fradi is meg tudod felelni. Ezért nem hogy is mondjam ezért nem ö, lovagolunk annyit a 11 vagy a les kérdésén. Ö, én és de és akkor visszatérnék ide nem lovagolni rajta hanem azt akarom elmondani, hogy azért ez külföldön is ö, komoly vitákat váltott ki ez az ítélet. Most a, azt mondta Glenn Hoddle, azt mondta, hogy ezt megúszta a Spurs. Érvényes gól volt. A magyarok remekül építették fel a támadást. Jó volt balról a beadás. Nem tudom miért lenne lesz. Adama Traori, nem zavarja a kapust, bár mozog a Spurs kapuja felé. Szerintem érvényes a gól. Egész életemet a futballban töltöttem, meg tudom állapítani, hogy Traoré nem zavarta a kapusunkat. Na ez volt az első megszólalás. És, vagy az első megszólalás egyike. És ezzel szemben mások pedig azt mondták, hogy de, de a Traoré lesen volt. Na most ö, aztán ez módosult ez a dolog, mert, mert nagyon védhetetlen állap, áll, helyzet lett volna. És akkor volt egy ilyen mondás itt szerint, igen, a Joe Cole ö, ö, azt mondja, hogy igaza volt Pajasznak, mert egy optikai csalódás miatt tűnt úgy, hogy a Ferencvárosi támadó nem helyezkedett előrébb a Tatanem védőinél. A jelenetet ugyanis olyan kamerálásból rögzítették, amely nem mutatja a lest. Na most, még ezt el is tudnám fogadni, mert tényleg nem volt a vonalba. Ugyanakkor ö, azt pedig Ugye kérdezném egyébként itt a hazai bajnoksággal kapcsolatban is, hogy vajon miért nem lehet bemutatni ezeket a vonalakat? Most már ott a stadionban is, a nagy kivetítőkön meg lehet mutatni. Meg lehet mutatni a tévéképernyőkön keresztül, semmi technikai akadálya nincsen. De én ráadásul én még csak azt sem láttam, hogy olyan sokszor visszaismételték volna a jelenetet, vagy szóval nem, nem kapott ez olyan hangsúlyt. Én ezzel kapcsolatban azt akarom mondani, most nem akarok, mondom, nem befolyásolta a végeredményt olyan értelemben, hogy a, tehát nem valószínűleg annak a azzal a góllal együtt is megnyerhette volna a mérkőzést. Tehát, valószínű, hogy igen. Tehát, hogy de a, az idézet nem volt véletlen, mert a bíró nem Tartozik egyebet respektálni, csak a törvényt, ami ezúttal ugye a labdarúgás szabálykönyvében rögzített ö, szabályokat jelenti, és én azt mondom, hogy itt most bizony vétett ez ellen a bíró, még mások ellenkező véleménye van, de egy ilyen szépen bevonalazott ábra vagy ö, felvétel teljesen pontot tudna tenni az ügy végére, valahogy mégse kapjuk meg soha ezt. Hát Isten igazából ez azért van, mert minden a játékvezetőt védi, nem pedig a játékost. Hiszen készítettünk egy hónapokkal ezelőtt egy műsort, aminek az egyik fő témája az volt, hogy az UEFA-nak az egyik konferenciájának a fő témája az volt, az első számú direktíva, hogy a játékvezetőnek mindig legyen meg a tekintélye. Na most persze elmondták már a, ezek a technikai szakemberek, hogy simán lehetne kivetíteni, csak akkor az rögtön kiderülne, hogy a játékvezető hibát vétett, és ezzel rombolnák a tekintét. Tehát én az... De várjál, hát azért van a var, hogy a bíró azt mondja, hogy les. Jó? És akkor azt mondja, azért van a var, hogy a var felül tudja bírálni, pont ennek a tisztázása véget, és akkor ott ezzel tulajdonképpen, hogyha most azt mondja, hogy gól, mert a var vonalazás azt mutatja, tulajdonképpen fel is menti a Én meg azt mondom, hogy fel is menti a vír. Hát egyébként sokkal egyszerűbb lenne, bevonalaznák, és akkor a, a szurkolói hőbörgés rögtön abban maradna, hogy tessék, itt van, srácok, megmutatjuk a, a vonalatát. Én, én azt gondolom, hogy túlságosan sok szerepet kap a játékvezető, mert minden arról szól, hogy neki megmaradjon a tekintélye. És ez, 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 így borzasztó, mert, mert így viszont a játéknak a, a tisztaságába vetett hit vesz el, mert mivel nem mutatják be, ezért a szóbeszédek lábra kaphatnak, és a többi jönnek külön a lassítások, jönnek a szurkolói vonalazások, jönnek a játékvezetői vonalazások. Egyszerűbb lenne azt a helyzetet szépen ott helyben, a, ahol van kivetítő. Arról is szó volt, hogy hát hogyha nincs minden a kivetítő, akkor hogy mutatják vissza. Tehát már megint megy ez a, ez a, a finköszörülés az UEFA-nak a részéről, tehát sokkal egyszerűbb lenne. Hát, kell mindenütt kivetítő. Azért most nem egy olyan nagy produkció, ma már egy ilyen kivetítő, nem olcsó, de hát aki egy BLL konfetti ligába indul, annak lehet, hogy talán kellene tudni áldozni erre, én csak így mondom. De itt nem is erről a konkrét szituációról van szó, feltétlenül, hanem ennek a sokkal általánosabb jelenségéről, aminek része ez a szituáció. De menjünk tovább olyan értelme, hogy nézzük meg a statisztikákat, mert a statisztikák azt mutatják, hogy nem borult föl a pálya egyáltalán, és egyébként ez látszott is, tehát a képe is ilyen volt. 15-17 volt a kapura lövések aránya, tehát nem volt jobb ebben. Tartó lövések 5-7, tehát hogy... Nincs nincs döntő különbség. Labdabirtoklás 41-59 belefér. paszpontosság 80 és 86. Na, 80-tól kezdődik az, amikor tényleg tudatos játékról beszéltünk. Szerintem ezt a Fradi lehozta, de nyilván itt a minőség kijött. A passzpontosságban. És szerintem ez a minőség döntött, de hát itt nem fogom most megnézni, de valami 700, nem tudom mi millió euró igen, a, a, 60 millióval szemben. tehát, hogy itt, itt, nyilván nem a pénz focizik, de azért a nagyságrendi különbséget, azt, azt illik látni minimum, hát nem véletlenül adnak egy játékosért nagyon sok pénzt, a másikért meg kevesebbet, tehát hogy ne vicceljünk. És akkor ezen a két csapat egyébként úgy néz ki, hogy a nem a harmadik, ezen a 36-os, most nem tudom, hogy hívják ezt, tábla? Tábla, ugye? Hát való, igen, igen, tábla. Igen, a Fradi pedig a 31 a Tel Aviv, a Pauk, a Karabak, a Kiev, illetve a Besiktes van ö, még még utána, két játéknap után, és hát persze még jönnek csapatok, és utazik a Fradi is, hát majd meglátjuk, hogy ez hogy néz ki. Azért láttad az UEFA mafia feliratot, hogy... Hát többször is. Igen, igen. <laughs> igen hát de most legutóbb ugye a sárga feketéktől, a gelbe, nem tudom, hogy derdi, de az, de mint tudom én, gelbe valami, <gül> <gül> az biztos. A, nem tudom, a sárga rémek, vagy valami. <laughs> de a lényeg az, hogy ugye ott az ellen lázadnak, hogy ez a rendszer arra jó, hogy így biztos, hogy több mérkőzést játszanak a, a csapatot. Tehát még jobban ki a, a, játékosokat annak érdekében, hogy az UEFA még több pénzt zsebelhessen be. Hát én azért remélem, hogy cserébe viszont több pénzt is fizet ki. Akkor már... Hát, igen, és így ugye a statisztika tükrözte azt a egy gólos különbséget szerintem, és azért kijöttek, hogy tulajdonképpen mitől is jobb mondjuk egy angol bajnokság a, 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 magyarnál, mitől jobb egy, egy angol csapat. Ugye a sebességkülönbség az egyértelmű volt, a, a másik pedig a játékvezetésnek a miensége. Tehát amíg a, most biztos vagyok benne, hogy óriási különbségek lesznek, hogy itt azért láttak, hogy a testesteleni harcot simán engedte a játékvezető, és majd most a hétvégén nézzétek meg, hogy a legkisebb mozdulat is azonnal befüttyöknek mindent. Baromi nehéz így alkalmazkodni egy játékhoz, hogy ők hétközben játszol egy olyan meccset, hogy éppen hogy csak össze nem fejeltek, és az mehet tovább. Egyébként a legtöbb meccs ilyen volt, meg ugye a Premier League-ben is a, meg lehet nézni, hogy ezek a testesteleni harcok azért elég komolyak, és utána a hétvégén pedig a, a legkisebb mozdulatra is mondjuk a múlt heti ellenfelünkkel szembe, hogyha egy lágy szellő megsimogatta a felcsúti játékost már szabálytalan volt, de hát ezt tudjuk, hogy vannak egyenlők és egyenlőbbek, de ettől függetlenül jellemző a magyar játékvezetőkről szétfüttyögik a mérkőzést, amit már többször is fölállítottam erről egy teóriát, hogy azért van ez szerintem, mert képtelenek a gyorsabb játékot megszokni, és ha mindig tiszta szituációra törekszenek, ezért lefújnak minden szart. Azért, hogy számukra sokkal könnyebb helyzet álljon elő. Ezzel viszont nagyon-nagyon hátráltatják a labdarúgás fejlődését, mert most már lehet látni azért, hogy nem csak a Fradinál, hanem a többi csapatnál is vannak olyan gyorsan gondolkodó játékosok, akik jó döntéseket hoznak, már ugye nem a. 2000-es évek elején szocializálódtak a játékosok, hanem figyelik a nemzetközi trendeket. Vannak fiatal edzők, akik próbálják ezt a, ezt a gyors játékot játszani, de egyszerűen képtelenek rá, mert, mert a játékvezetés nem hagyja itthon. Amikor meg kimenek nemzetköziből, akkor hirtelen a, a, a megszokottól eltérően kiesnek a komfortzónából, és többek között ez is az oka, hogy magyar játékvezetőket nem nagyon hívnak már sehova. Hát igen, de egyébként ö, valószínűleg az mls meg valami hasonló megközelítésre van, hogy hát azért mégsem ereszkedünk le a BB szintjére. Igen. Na, de hát mi még maradunk egy kicsit a BB-nél, mert aztán volt itt egy olyan mérkőzés, amiről azt mondták, hogy az egyik főszereplőről, hogy hát most már biztos ki fog maradni, hát kész, vartak. Ugye hagyod már Annyi... lefőtt a kávének. Igen, igen, tehát ez, na, mit tudom én, kis újszállás kettőbe esetleg labdát szedni. Igen. Aztán kiderült, hogy mégiscsak kezdett ez a játékos, és hát adott egy gólpaszt, meg egyébként is a... Man of the match lett, azt hiszem. Hát, azt hiszem vagy a Szala után, vagy, vagy ő volt a legjobb, de mindegy. De itt a Szoboszlai Dominikról van szó. Hát kérem szépen így ennyire lefőtt a kávé, és ez a ö, Hajdú Hatháza kettő labdaszedő pozíció, az még azért egy kicsit odébb van. Én azt hiszem. Ö, az összes többi részéről meg nem is érdemes ö, különösebben beszélni. Ö, csak azt mondom, hogy Arneszlott, és ezt azért idézem, mert lehet, hogy ez egy nagyon fontos, amit mondott az Arneszlott megérti, hogy Szalagúja kapcsán mindenki a befejezésről beszél, mert fantasztikus volt. De nem lenne igazságos, ha nem beszélnénk az előzményekről. Gondolok itt Fandeikre, Diogo Zsotára, Tent Alexander Arnoldra és Szoboszlai Dominikra. Virgil adott egy fasz, ö, f... Fantasztikus. <laughs> <laughs> Labdát Diogónak, aki megfordult vele, aztán érkezett Dominik, aki ebben a gólban is részt. Szóval. Ö, lehet, hogy nem olyan hibás az a megközelítés, hogy nem feltétlenül nagyon önző a Dominik. Csak erre akartam kiukadni, Na, igen. hogy itt azért... Már a mi kommentelőink között is megjelentek ezek a, nem tudom, akik csak azt látják, hogy van egy kapus, mint hogyha arról szólna a foc, hogy a kapus, aki bravúrokat mutat be, előre a labdát a csatárnak, ő meg berúgja. Tehát azt föl se fogja, hogy van mondjuk köztük 9-10 olyan játékos, aki alájátszik a csatárnak. Tehát amitől, amitől ő gólhelyzetbe tud kerülni. És ezek a játékosok legalább olyanok. Most tipikus példa a kehinde esete a felcsút ellen. Tulajdonképpen nem csinált semmit, nem szerzett gólt, nem beszélnek róla, pedig a döntő momentumok a, a három gólból kettő az ő, neki köszönhető, akkor rátámadta a kapusra, és a lecsorgó labdát a szádanyá berúgta. A, vagy az a csodálatos gólpassz, amit tudott adni az első gól előtt. Tehát körülbelül ugyanígy van a Szoboszlai Dominik is, hogy túlságosan tiszteli a csapattársait szerintem. És ezért mondtam azt, mert ezzel is kapcsolatban is kiröhögtek sokan, hogy nem, ebből a szempontból nem biztos, hogy jó közegben van a Dominik, hogy ugye sztárok között van, és ő szerintem egy olyan latin csapatba, ahol a labda átadásának is megvan az értéke, tehát a szurkolók is tudják ezt értékelni, tehát mondjuk egy ilyen, egy ilyen Barcelonában, ahol ugye a, a, rengeteg passzos játékkal jönnek föl, lehet, hogy jobban meg tudna élni az ő technikai tudása. Itt is a Liverpoolban is meg tudja mutatni, ugye sok direkt támadás van, ami rajta fut keresztül, meg rengeteget védekezik, de itt nem tudja megcsillantani azokat a, azokat a dolgokat, amit ő nagyon tud. Tehát azokat a csodálatos testcseleket, tehát ő, ő, biztos vagyok benne, ahogy idősebb lesz majd, sokkal több tapasztalata lesz, illetve majd őt fogják jobban tisztelni a csapattársai, szerintem akkor lesz majd az, hogy sokkal több gólt fog szerezni. Ö, így van, így van, és ö, ezt a témát le is zárnám, csak még Kehindével kapcsolatban szerettem volna megjegyezni azt, hogy tudod, mi neki a, egyébként a teljes neve? kormányzati ellenőrzési hivatalon azonban. Hogy érted? Tehát, mert meg kell adni mindenkinek a tiszteletet, hívjuk, ugye ne le kell hízzük itt. Na, szóval egyébként a Liverpool ezzel az ötödik a, az ő saját maga kis szemétbombján, amit történetesen bajnokok ligájának neveznek. Ugye, hát itt van hét darab hat pontos csapat, és itt közöttük egyébként a gó különbség dönt pillanatnyilag, és így ötödik a Liverpool ebben a hetes mezőnyben, illetve hát az egész 36-ot tekintve is. És hát, hát az Salzburg az pedig nulla pontos, ö, például, de hát itt voltak még más események is, mert itt a Lipcse szintén 0 pont, a 29 pontos, és hát itt ugye a, a olasz ellenfelük ellen kétszer is vezetést szereztek, aztán meg mégis kettő-három lett a vége. Hát mm -hmm, ez most valahogy nem nagyon akart összejönni. Viszont, ahogy Csobot Kevinnek sem, Gopaszt is adott, be is talált, Két góját benne volt a csapatának, csak az a baj, és abban nem volt benne, hogy a csapata meg hatot kapott gyerébe. Hát igen, ez, ez, ez így az ember nem biztos, hogy tud örülni a saját teljesítmények. A másik az, hogy mindezt nem kezdő játékosként tette meg. Ö, igen, igen, és én azért azt mondom, hogy Mostanában előfordulnak sűrűbben ilyen nagy gólarányú különbségek. Nem biztos, hogy ez nem annak köszönhető, hogy ez a rendszer, ami most kitalálódott, ez, ez nem biztos, hogy pont így van jól. Mert minthogyha bár azt azért, ugye én azt mondom, hogy hát figyelj, itt van a ugye Szent Gallen meg a Brűzs így alapból nem gondolnám a kettőt, ilyen hogy az egyik hat kettőre megméri a másikat. Tehát, hogy így... Hát igen, majd... De, de, hogy, de hogy azért ezek így minden esetre figyelmeztető. Persze, abban, ha abból indulunk ki, hogy a sok gólyónak örül a szurkoló, az, azt én értem. De hát itt akkor van egy másik. Langáden nem lépett pályára az Omóniában, viszont nélküle is simán négy 0 verték a, az izlandi vikingúrt. Yes. Tudod, hogy, uh, tudod, hogy, tudod, hogy ki ott a sportigazgató? A, hát a viking úr. Á, Kovács Péter, aki volt, azt hiszem, egyszeres vagy kétszeres. Ebből a szempontból nem örülök neki, de az izlandi <laughs> <laughs> futbalt bármilyen szinten azt verjék már el. De igen, értem. Uh, viszont a tapajában játék az időt. Sós, Bence, de ő sem tudott segíteni. Aztánában, mostanában <laughs> 1 0 ás <laughs> szenvedett csapata, és hát mindig van lejjebb. Józsikám, mindig van lejjebb. Jaj. Hát Jaj. nem tudom, hogy mennyire láttad ezt a jelenetet, hogy Stankav is gyakorlatilag leordította az edző haját, de nem kicsit. Mire? A játékvezetőnek. Most mit mondtam? Edzőt. Bocs, a játékvezetőnek a haját, nem kicsit. Először kapott egy sárgát, aztán kapott egy pirosat, aztán, hogyha lett volna még bármilyen színű lap, azt is mind rászórták volna, mert azért ott nem semmi volt, ami ö, történt. Szerintem azért, hogyha ezt megnézed ezt a felvételt, ö, sajnos nem tudjuk megmutatni, akkor azért ö, elég érdekes a történés. Hát tudod, tehát az a Tipikusan az a kocsmai verekedésben. Az van, az, mi van a, van, mi van, mi van? Van a big gangster. Ja. Igen, tehát azért uh. így jó van, értem én ezt, hogy valakibe van tűz, csak ne legyen paraszt. Egyre, egyre többször szar... gondolom azt, hogy nagyon örülök, hogy csak kevés időt volt nálunk ez az ember. Tehát a DNS ide, DNS oda, a kubatom mondod, én nem tudom. Tehát én, én örülök, hogy eltakarodott innen a francba. Hát igen, és ugye tévében televízióban nem láthattuk Szoboszlai Dominikék meccsét, Ugye én nem akarok ebbe belemenni, ez egy hosszasabb történet, de állítólag ugye a közvetítési jogot elnyerő TV társaság megszegte az ígéreteit, amit a szurkolóknak, tek, szurkolóknak tett. Én most ezt nem vinném végig ezt a dolgot, hogy hogy és miért elég hosszasan fejtegeti egy cikk ezt a témát. Hát én azt mondom, hogy, hogy amennyiben így van, akkor azért tényleg uh, én azt mondom, hogy azért ez egy eléggé szégyen teljes dolog. És uh, most látom itt a a, Jaj. A, a. a stábot, hadd ne mondjunk semmit, jó? Uh, én én semmiféleképpen, tehát én megmondom, én semmiféleképpen uh, nem fogom a nem tudom, hogy hol megnézni. Ezt direkt nem mondok így, mert van valahol meg lehet nézni. Hát nem csak a foci miatt de. nem, nézzük, hanem... Kici ottó meg lehet, meg lehet nézni. De hát egyébként, így... hogyha, egyébként, hogyha azt mondták volna, hogy sokkal színvonalasabb lesz a közvetítés, de ez pénzbe fog kerülni, akkor sokkal egyszerűbb lett volna. V vagy ha azt mondják, hogy figyeljetek, mi indulunk, pénzbe fog kerülni, pont. Igen. A világ csomó részén ez pénzbe kerül. Nincs rajta senki fennakodva, én sem lennék fennakodva, de ha ez tényleg úgy van, hogy itt egy ígéret szegés volt, akkor azért még sincs rendben. Na most, <coughs> egyre jobban magyar foci és az NBA-ben is, Én már egyel több magyar edző van, na de úgy, hogy nem volt közben edzőváltás. Ja, hogy a hornyák mestere gondolsz. Így van. Na most Letette az állampolgárság esküt. Azt tudod, hogy ezzel most ő egy most minden viccet félretéve. Tehát ő elkötelezte magát most a, a anya nemzet mellett, ugyanis Szlovákiában tudod, hogy olyan törvény van, hogy aki magyar, vagy kettős állampolgár, az nem kaphat nyugdíjat. Ö, nem feltétlenül, abban az esetben, hogyha adott a esetben a háztar, há, háztartása, házastársa, házastársa magyar állampolgár, és úgy lesz kettős állampolgár, meg azért vannak ilyen kivételek. Nem tudom, ez a hornyák Zsoltnál hogy van, de igen, tény, hogy ez a kettős állampolgárság kérdése ö, itt tőlünk éjszakra, ez bizony, hogy is mondjam, minimum kérdéses, hogy ők ezt hogy rendezik. Érdekes, uh, a csehekre ez nem vonatkozik. Uh, hát, mint kifejezetten a magyarságra írták hát volna. Nem tudják megkülönböztetni. Azt már de... végképp nem tudják megkülönböztetni. Hát azt nem, Tehát azért az, hogy most még egy más hangzóval több vagy kevesebb azért, ezt... Hát, á, úgy szokták mondani, hogy a, a szlovákok azok a csehek, akik beszélnek magyarul. <coughs> Mindegy, ö, mi nem értünk ezekhez a hegylakókhoz, úgyhogy mi nem fogunk ebbe állást foglalni. Viszont Hornyák Mesterrel megérkeztünk a nem BB, hangsúlyozom, nem BB. Egybe? A, a legfontosabbhoz. A egy. legfontosabbhoz. És hát Sajnovics ö, azért az a helyzet, hogy ö, ezután a forduló után, most jön a kilencedik forduló, megint lesz egy ünet, Jaj. mert október 11-én és 14-én válogatott mérkőzésekre kerül sor. Erről majd egy picit ejtünk szót a végén, mert azért bocsánat, az MBB1-nél nem lehet fontos. Nem, nem. Ne sértődjön meg senki, de azért egy felcsút Loki rögtön nyitásként ma este nyolcta, hát azért az oda. Egy Manchester Arsenal, hol van ehhez? Adjad már! Arsenal. Van az ott a bőrlabdája? Nem tudom. Nem tudom. Na, hát az. Ah, azok csak. Szerintem azok puskával levöldeznek. Ah, nem tudom. De egy sútyom, talán, hát egy... talán még amire oda lehet figyelni az MB2 és az MB3. Ezek is mind fontosabbak. Igen, igen, igen. Hát azért onnan kinőhetnek olyan csapatok, akik még akár az MBB1-be is be tudnak férni. Igen. Hát na nézzük akkor. Hát itt, hát egyrészt van egy ilyen a gyanúm, igen. <laughs> Másik oldalról meg van egy óriási kényszerben lévő csapat, akire egyrészt a csapat kapitánya a terhet, másrészt az előző időszakban elért eredményei, és hát nyilvánvalóan ebből fakadóan a szurkolóik elégedetlensége, mert hogyha megnézzük az utóbbi öt meccset, DVSC, DVTK 0-1, hát ez triplán négyzetesen, hát, ú. nem tudom, hogy hogy számít, már hogy negatívnak. Újpest, Loki 3-0, ez is, mert főváros Pesti. ne felejtjük. Ha, igen, igen. Igen, 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 És hát, és bocsánat, ezt nem kritikaként mondom, de a, a, a hajdúsági tartás az, az nagyon nehezen viseli a, a fővárost, meg a főváros dolgokat, illetve a főváros csapatoktól a, a vereséget. Ez tök Ez van. duplán ez... számít. Szinte duplán számít. Igen. Már majdnem nyíl egy háza. Igen, Már igen. Már majdnem. Tehát ez nem rossz vagy jó, hanem ez egy tulajdonság. Az identitás része. Tehát nem pillanatig sem gondoltam kritikával <coughs> megemlékezni erről. Loki Zete 3-1. Hát ez... Erre meg mondhatják, hogy bocs, elvárás. <coughs> igen. Hát, Spari Loki 3-2. És akkor Loki MTK 2-3 az ez nagyon, az, az nagyon fájhat. Megint csak a főváros. Pont az MTK, ami hát Sokszor mi is egyébként azt mondjuk, hogy egy kicsit úgy lesajnáljuk őket, nem azért, mert egyébként olyan sajnálatra méltóak lennének, csak mintha úgy szurkolóikat és egyebeiket vesztették volna, és akkor innentől kezdve így, mintha egy kicsit légüres térben mozognának, de ezen a mérkőzésen meg nagyon jó játékot nyújtottak, és azzal álltak elő. Viszont a... megnézzük a másik oldalt. A Felcsút utolsó öt mérkőzésen három győzelem, és akkor itt a Nyíregyháza volt a legyőzöttek között az MTK, tehát ugye látjuk, a Fehérvár, viszont a Paks, illetve most legutóbb a Fradi ellenvereséget szenvedett a Felcsút, mert hát, mint tudjuk, megérkezett a kvalita. Na igen, igen. Csak át nem, nem úgy, meg nem oda. Egyébként, hogyha minden héten ilyen meccsek lennének, mint a Felcsút-Fradi... Az, az, nagyon jó lenne. Egyébként az előző forduló az Elég volt, ilyen, volt, csúcs volt, volt, volt. sok jó meccs egyébként. És hát most, meg hát a magyar állampolgárság okán is, hm. bizony szerintem a, a felcsút meg akarja mutatni, hogy itt bizony ki az úr Ehhez képest a Lokinak meg van egy ilyen kényszer helyzete, és azt még nem mondom, hogy ez pontokban nagy kényszer helyzetet jelent, mert a harmadik pakstól le vannak maradva hat ponttal, és most a kilencedik forduló következik, a Loki pedig, pedig ez lesz a nyolcadik mérkőzése, tehát hogy most így nagyon sok mindenről nincs beszélni, nem még a ház, na de azért úgy mégis. Máté Csaba szempontjából nagyon fontos, Biztos vagyok benne, hogy most már, ha mondjuk kizakóznának a a, a, a vagy a, a felcsúttól, akkor azért föltennének nekik kellemetlen kérdéseket. Pedig én szerintem ő egy kiváló edző, csak ugye vannak érdekellentétek. Úgyhogy nagyon nehéz úgy játszani, nagyon nehéz úgy főnöknek lenni egy csapatba, hogy a, a tulajdonosodat beosztottad. Hát egyrészt, másrészt pedig ö, azt azért megint csak látni kell, hogy, hogy azért ott valamit le kell tenni Debrecenbe az asztalra. Az nem csak úgy jön, hogy meglegyen a, meg a respekt, hogy, hogy elfogadjanak. Tehát a, ö, Debrecen az egy olyan hely, hogy ott, ott, ott ez nehezebben megy, mint máshol, De de azért mondjuk. Szerintem diós györbe se feltétlenül az van, hogy oda megy az ember, és puszipajtáskodnak azonnal. Meg még van egy jó pár ilyen hely, de e, megint csak azt mondom, identitás része, rendben van, így van, jól, csak most, ez nem biztos, hogy szerencsés, ez a, a csillagoknak ezen állása. Hát lehet, hogy egyszerűbb lett volna egy olyan csapatba elmenni a Csabának, ahol, ahol nincsenek ilyen kiemelkedő karakterű játékosok, mert akkor egyszerűbb lett volna formálni a csapatot. Így, így, baromi nehéz. Ráadásul tulajdonosi viszonyok. Mert azt mondod, hogy így, hogyha azt hogy nincs nincsenek ilyen kiugró játékosok, akkor azt mondom, hogy, hogy akkor van egy szerkezet, van egy stratégia, van egy stílus, majdnem mindegy, hogy hogy mondjuk, <coughs> attól függően, hogy mi bilendul aki, és akkor ennek megfelelően keverem a lapokat. De ha van egy ilyen, vagy több akár, akkor viszont Bonyolódik a képlet, mert akkor azt mondom, hogy jó, akkor van egy fix pontom, na de akkor már ehhez képest kell gondolkodnom, és akkor már már kristálytisztán nem feltétlenül tudom megvalósítani, te ugye erre gondolsz? Hát igen, van, van egy olyan karakterű játékos, aki tényleg nagy tudású, csak ő rajta már nem tudsz alakítani nem tudod, lehet, hogy elképzeltél egy játékot, és bele kell számolni az, hogy hát őt nem tudom alakítani, őt be tudom illeszteni, de ennek a valakinek, ha nem tetszik, akkor esetleg még ki is rúghat, mert ő a főnököm. Tehát így borzasztó nehéz. Én nem tudom, hogy belementem volna el. Maga a Loki egy ilyen megtiszteltetés szerintem egy edzőnek oda menni, egy többszörös magyar bajnokhoz. Hát ezzel nincs is baj. Csak, csak ez, ezek a viszonyok, amit szerintem a Csaba nem biztos, hogy jól átgondolt. Uh -huh. így, így, mondjuk egyszerűbb lett volna, most nem akarom a, a Máté Gabit ö, savazni, de mondjuk egy, egy Zalaegerszegen sokkal egyszerűbb lett volna, mert jelenleg Zalaegerszegen nincs olyan játékos, aki, akire azt mondta, hogy karakteresen viszi a csapatot, vagy mondjuk az Etónál sincsen olyan, ö, az MTK-nál is már vannak többen. Tehát, hogy én nem biztos, hogy, hogy elvállaltam volna, hiába jól fölkészült, és a többi, hát... Na, de várjál, ha a feladatot megoldja, akkor viszont annál nagyobb a siker. Hát akkor igen, igen. igen? Szóval igen. Ez, ez mindennek két oldala van. Én azt mondom egyébként, hogy itt most a, a felcsút megszerzi a három pontot, de nem feltétlenül azért, mert a, a Loki kutyaütő lesz. Igen. Te, tegyük hozzá, tehát lehet, hogy lesz egy olyan pillanat ezen a mérkőzésen, mint ahogy volt a, az előző fordulóban a Fehérvár Paks mérkőzésen, amikor a, a Fehérvár szurkulói, ö, a, a az ő saját vesztes csapatát bizony vastagsal jutalmazta. Igen, igen. ott például a, a Pető sokkal szerencsésebb helyzetben van, legalábbis ebből a szempontból hogy alakíthatja a fiatal játékosokat. Sok szempontból barami nehéz helyzetben van, de ebből a szempontból sokkal szerencsésebb. Igen, és ez a múltkor látszott is, hogy, hogy már, már ennek jönnek az első eredmények. Szóval szerinted a felcsút laki. Felcsút. Jó. Akkor egységesebb. A... Egységesebb, kiforrott. Régóta együtt játszanak. 5 mm. vagy 6 éve játszanak ugyanabban a stílusban. Ott egy ilyen kis, mondhatom, egy, hát tényleg kicsi, egy békés sziget, ugye hagyják szabadon dolgozni a hornyákat. És, <laughs> e, és azért múlt héten bebizonyították, hogy hogy szerintem tényleg most ők a második legjobb csapat játékra. Igen, igen, igen. Hát szóval eléggé, eléggé ö, hasonló, vagy ugyanazt mondtuk. Úgyhogy a a, lakínál, a, a sor, hogy megcáfoljon minket. Jó meccs is lehet. Adott, hogy a két csapat játékos állománya adná azt, hogy ez egy jó meccs lesz. Ugye a, 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 a lokisták nem az a, nem az a kontakt kereső csapat, a felcsút meg igen. Tehát, hogy lehetne az, hogy egy játszós csapat, egy ilyen, egy ilyen darálós csapat. Ellen itt is egy, lehet egy stílusok csatáját mondani. Ö, ö, hát és a lokinak nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy belemegy a darába, hanem igen, és nekik meg... Pont Igen. játszaniuk kell. De, a, de szerintem ezt az edzőjük nem fogja azt mondani nekik, hogy gyerekek, nem brusztolunk. Nem? Nem, Tehát, nem, ez, nem, a csapban nem. tényleg nem. Úgyhogy ez, ez egyébként ebből a szempontból is kijöhet, de menjünk a szombati napra. És nem véletlenül hoztam szóba a Fehérvárt, mert ugye Eto, Győr Fehérvár. Ez ugye egy érdekes kis csata, mert tulajdonképpen, ha jobban belegondolsz, két épülőben lévő csapatnak a harca, ami azt fogja megmutatni, hogy melyikük tart pillanatnyilag előrébb, vagy előbbre. A Fehérvár is, meg a Győr is azért az elmúlt fordulókban meg kezdte mutogatni, hogy azért itt történik valami. Tehát nem csak úgy focizgatunk, nem csak úgy edzése járogatunk, hanem itt azért komoly kőkemény munka folyik. Én szerintem, én most ha rögtön a tippelésre kezdek, egy győri győzelmet várok. Meg is mondom miért. Sokkal stabilabb a hátországa a győrnek. Tehát, hogy ott megvan a keret, megfelelően most igazolták azt a, azt a srácot, most nem tudom a nevét szegénynek, majd megtanulom, hogyha... <laughs> hát ö... ő jön több gólt. Igen. De a, a videótonnál pedig az a, az a helyzet, amit a Pető nem erre szokott hivatkozni, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy igaza van, hogy nagyon-nagyon 11 játékosra tud alapozni. A többiek lehet, hogy tehetségesek, fiatalok, de ugye nem tud olyan minőségű cserét behozni helyettük. Lesz egy eltiltás, lesz egy sérülés, és a többi, és már süllyednek vissza, és nem azért, mert nem akarnak, nem azért, mert nem tudnak, hanem az, hogy fiatalok, ja igen, Ahmed Nadir, Bembuali, ben, ben, -buali. ben, -buali, ben -buali Ahmed, jaj, de szépen mondtam, hogy A <haz> hazai ízeket is el tudom venni. Boruchat a haverim. Na. Na, szóval, én... a haverom. <laughs> Örülök, hogy összegyűltünk, barátaim, azt mondtam. <laughs> Na. Szóval, hát én meg azt gondolom erről a mérkőzésről, hogy itt képes lesz egy X-re a Fehérvár, és nagyon-nagyon kellene is nekik. Az egy ponttal olyan sokra nem mennek, viszont pont kell a fiataloknak egy kis, egy kis önbizalom, egy kis olyan, amit a múltkori mérkőzésen már megtapasztalhattak, de egy kicsit, de hát az nem ért pontot, hogy most érjen pontot is. És akkor jön ugye a, a válogatott szünet, és hogyha ez a mérkőzés jósul el, akkor azokat a dolgokat, amik jók voltak ezen a meccsen, azokat tovább lehetne csiszolgatni, és akkor egy kicsit ki tudnának jönni ebből a ebből a szituációból, amiben most vannak, mert azért az az utolsó kétvereség. két vereség, ez nem is az utolsó két vereség, a felcsút elleni 3-0 az, nem, az nem nézett ki jól. És ugye azért, hogyha hozzáteszik, hogy a ö, Sparival is egy X, meg az ET-vel is egy X, akkor, akkor ez pont a két környezetében levő csapat. Tehát, hogyha ha ezeket a csapatokat nekik nem sikerül megverni, akkor itt lesznek a második felébe a, a, a tabellának. Na most a Fehérvár szurkolója, ez nincsenek azért hozzászokva, az, legalábbis az utóbbi sok évben. És hát bizony értem is, de én továbbra is azt mondom, hogy, hogy igenis tartsanak ki a Fehérvár mert amit a legutóbbi... Megérdemli az a csapat. Igen, ami a legutóbbi meccsen látunk tőlük, meg hogyha ezt követik, ak akkor bizony ö, tényleg ö, minden támogatást megérdemelnek. Hát nyilván én a, ellenük játszott mérkőzésen azért, hogy is mondjam, eléggé visszafogottan fogom támogatni a fehér már törekvései, hogy azt nem mondjam. De hát ez egy más kérdés természetesen. Szóval én egy X-et mondok. Itt ugye győrben lesz a mérkőzés. Itt még nagyon fontos lehet, hogy azért a győri pálya az elég cugos. Most azért ugye eseget az eső, nem tudom, nem néztem szombatra, hogy pont milyen idő lesz. Hát az de... atmoszféra nem fogja őket nagyon nyomni szerintem. Hát igen, de én azért azt mondom, és ez, ez nagyon fontos lenne, és ezt mondom egyébként tényleg a, a, a Győrieknek is, hogy én ott, annak ellenére, hogy lehet, hogy nem feltétlenül azt kapták eddig, amit vártak a csapata, de hát most ez egy feljutó csapat. Itt bele kell szokni az nba 1 be Itt azért látszik, hogy óriási nagy játékos jövés menés volt. Tehát, hogy ezt nem lehet összerakni egyik pillanatra a másikra. Én egy kicsit keveslem a, a támogatói létszámot. Persze, oké, tudom, ezt már többször említetted, hogy ott azért más portágok azért... Hát az, az Audinak van a, a, fő támogatói köret, hát szerintem kézilabda meccsen biztos, hogy többen vannak. Aha. És hát is ők BL-be játszanak, meg. meg is értem egyébként, de el fog annak az ideje jelni. Példát kell venni a, szerintem a Sebsi usk -ról, akiknek ugye egy pár négyzetkilométeren belül van egy hatalmas térség, középen van a kosárlabda stadion, mellette a futball, és a jobb oldalon pedig ott a, a korongpálya, és akkor a vége a kosárlabda meccsnek is rögtön tudnak menni a futballmeccsekre, próbálják így rendezni a Aha. A mérkőzéseket? Na, hát most nézem az időjárás jelentést. Hát ma ö, szeles nap van és gyenge eső, holnap gyenge eső hidegfront, tehát legalább szél nem lesz. Ö, nem tudom, hogy idegfront mennyire lesz a szurkolóknak, illetve a melyik szurkolói társaságnak, de ezt nem nevezik, vagy ez nem éppen az ideális. Ö, hát nem futballidő, igen, igen. Igen, hát sok múlik azon is, hogy a talajok azok, hogy vizsgáznak az egyes pályákon. Ö, most, amit néztünk, szerintem, Uh, felcsúton uh, óriás gáz nem szokott lenni, szerintem a győrnél sem feltétlenül. Azért remélem, hogy a, amióta előszedték tarsúlyukból ezt a pályát, azóta azért költöttek, uh, költöttek karbantartásra. Úgyhogy én ezt ebbe, ebben ebbe reménykedem. De mondom, én egy X-et belelátok. Uh, és bármilyen furcsa, de azt mondom, ha viszont bármelyik csapattól látok valami olyasmit, amit eddig nem, vagy, vagy, vagy olyat, ami eddig jó volt, és most az nekik győzelmet hoz, akkor, akkor annak a csapatnak nagyon fogok örülni. Mert ez a két csapat, ez, ez egy picit megmutatta, hogy elindult fölfelé, és mind a két csapat egyébként kell az nb 1 be És mind a kettő szerintem a jövő csapata lehet. Aha, igen. Főleg igen, azért igen. a Fehérváron sok saját nevelés, sok fiatal, az etónál még, ugye több a, a légiós, viszont a Győri Akadémia szerintem nem rossz. Hát egyrészt másrészt azért ott a tulajdonosnál. Hát legalábbis ott... a, a határ túloldalán láthatóan van koncepciója, hogy, 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 hogy mi történjen, és így azért ott pedig a háttér valószínűleg olyan, ami. ami ö... A Racionális Klub egyébként az oscar tehát ő az anyagi hátteret biztosítja, a türelme megvan hozzá, azért mondom, legalábbis én, és azért nagyon komoly a média csapatuk, engednek bepillantást, hogy tulajdonképpen mi is folyik az ETO Akadémián. Elég tudományos jellege, azért mondom, hogy ők a jövő csapata, egyértelmű. Igen, úgyhogy ez a mérkőzés, mondom, ez nagyon érdekes lesz ebből a szempontból. Hát az ETO jelenleg azért inkább a jellemzően ugye a, a, a légiósokról szól, a Fehérvár inkább a, egyre inkább a hazai fiatalokról szól, de ez most így a, a jövőt tekintve, vagy a jövő csapatait tekintve, ez ne zavarjon meg senkit, tényleg az ETO utánpótlás szerintem, hát rámerem mondani, hogy talán az most a legjobb mostanság, hogy ha megnézzük azokat, hogy kik és milyen fiatalok, és honnan szerződve kerültek ki mostanában a külföldre nek nagyon sok esetben akár még a nevüket sem tudjuk. Tehát ilyen 15, 6, 7, 8 éves játékosok, azoknak nagy, nagy része győr. És azért belenéztem, egyébként van a győrieknek egy, egy kicsit reklámozzuk őket is. Van a győrieknek is egy ilyen szurkoló műsoruk. Ja, istenem. Látszik, hogy elkötelezettek, de a. Tehát csak a negatív. Mi, mi a neve a műsornak? azt nem. Én, azt nem tudom, de valami. valami a, tehát, úgy beleakadtam a Youtube-on, egyébként egy régi ismerősünk is aha. aha közöttük. Aha. Csak hát ő nekik nem ez a véleményük, mert nem, nem kommenteltem oda, mert szívem szerint azt mondtam volna, hogy, hogy örüljenek, hogy, hogy itt tartanak, és nem pedig az A, állandó elégedetlenség. Igen, de azért persze, én, én ezt értem Józsi, de őket is meg tudom érteni, mert azért őket, hogyha jobban gondolsz, az ETO utóbbi nem tudom hány éves történelmében, hát talán ugye a Pintér Attilával lettek utoljára bajnokok, uh -huh. és mondjuk akkor az azóta eltelt időszakban, hát azért tényleg a szurkolói szinten annyi csalódás érhette őket, hogy, hogy én megértem, hogyha egy kicsit megkeseredtek, Ugyanakkor most mégis itt vannak, és uh, mégis uh, látok a csapatuktól olyan uh, lehet játékot, kicsit... olyan momentokat, amik, am, amiknek igenis lehet örülni, és akkor most ezt a uh, légiós, nem légiós, hazai, külföldi, ezért most akkor kinek a csapat, mert ezeket szerintem megengedjük el örökre, mert elmúltak azok az idők, Amik az ar olyan modellekre épültek még nagyon régen, mint a Németországban ma még nyomonként felfedezhető klubmodellek, ugye amikor ilyen uh, szurkolói bázisra épülően vannak felépítve a klubok, stb. Nem, nem, ma már a, a futballklubok azok, azok, azok gazdasági vállalkozások, sajnos ezt tudomásul kell venni. A világon mindenütt így van, ahol meg nem így van, uh, ott meg általában. Uh, nem tudom, sejkek, meg oligarchák kormányoznak, hát, ami egy más hát történet azért. Németországban is előfordul a profi csapatok között, hogy egy önkormányzat tart fönn csapatot. Tehát, hagyjuk hagyjuk már azt, amikor azt mondják, hogy nincs, ugye megint jelent hogy állami pénz. Igen, Németországban is van bőven állami pénz, csak egy kicsit más formában, de ugyanaz. Egyébként. Persze, tehát ez csak a pántlikázás kérdése, de akkor menjünk tovább. Egyébként fél háromtól kerül megrendezésre ez a mérkőzés, és akkor hát még ezen a napon 17 órától MTK-ba is lesz meccs. Méghozzá Kecskemétet fogadja a hungáriakörúton körúton a MTK. Hát azt hogy mondjam, az MTK nagyon összeszedte magát. Kisbog ez szerintem egész jó formában van, és pont ezt vetíti előre, hogy a a kecsó elveszítette a kulcsjátékosait, akik, akik számítak, és nem voltak a múlt héten se ilyen nagyon összeszedettek. Én, én itt most MTK győzelmet látok belőle. Összeszedettebb, összeálltabb, jobb játékkal. Ugye a, a kecsó az kicsit olyan, mint a, a felcsút, hogy fizikai dominanciára, ütközésekre próbálják meg a, a csapatot, mert technikailag képzetlenebbek egyébként, mint az MTK-sok. Viszont viszont gyorsabbak. Én azt gondolom, hogy a realitás az lenne, hogy egy X, de ahogy, ahogy a, például a múlt héten is voltak olyan momentumai a kisbogesznek, meg a többieknek, hogy azt mondom, hogy hazai pálya, ha lehet ilyet mondani, hogy számít nekik valamit a hazai pálya, euh, MTK győzelmet várok. Egy szűk, egy, egy gólos győzelmet. Meg pont fordítva egy szűk, egy gólos kecsó győzelmet, mert szerintem most euh, meggyőződtek az MTK játékosai. Hogy nagyon jók vagyunk. Ja, hát igen, és a felázott pálya e, igen. fizikailag erősebbek. Igen, igen, meg akkor ott nem lesz olyan jó idő, meg különben is olyan, most szóval e, sajnos ez benne tud lenni, az benne lehet az MTK-nál. E, Egy kicsit ez ellozázzák? Hogy igen, igen. E, ne így legyen, ne így legyen, mert akkor megint csak beszélhetünk legalábbis az előző MTK-hoz képest, mint az előző fordulóban látott MTK-ra, ha gondolunk, ha az az MTK lép pályára. És az a kecskemét, amit mi akkor ez megint valami stílusok csatája szerű egy kicsit azért. Hát igen, igen. Mert ugye megint egy, egy kontaktot kereső és egy kontaktot kerülő igen. csapat fog játszani. Igen, úgyhogy, úgyhogy ez is lehet egy nagyon jó mérkőzés. Én nem mondom, hogy nem lesz az. Kicsit mondom, tartok attól, hogy az MTK játékosai elhitték, hogy Világbajnokok, de mondom így, ha esetleg néznek, nem. <gül> <gül> Jó. Na és, euh, na és a nagy. Na és a, hát, ugye a, nem tudom, három hete, egy hónapja már euh, teltházasnak tekinthető, már hogy elfogyott az összes egy. Euh, Spari Diósgyőr. Hát itt, ugye? Ez nagyon hiányzott. Most meglesz, meg lesz, hogy keleten ki a király, mert a Loki már mindkét csapat dolgi kapott, azt hiszem. Ö, igen. És igen. akkor most itt, hát a keleti döntő, hát hú, most értem én, értem én Debrecenben most így tűröket döfködtem a szívekbe, de... Javasolnék, egy, javasolnék, egyet, hogy ez a három csapat csináljon egy ilyen hármas tornát. Annak lenne értelme? Hát, ha az ember rá bólint. Ah, tényleg. Egyébként régen volt ilyen, hogy vidékbajnok a ezért Például én azért címek szintjén ö, én azért lehet, hogy azt mondanám, hogy kelet, nyugat, meg főváros, azt mondanám, és akkor azt mondanám, hogy ezt így nem külön mérkőzéseken, hanem az NBA tabellája alapján. Lehet, hogy esetleg, esetleg spanolna valakit. Hát a Jós Győr, Spari, Loki hármasból mindenképpen, hogy mondjuk keleten ők legyenek a legnagyobb királyok. Hát, ez ez, tanám, ez, ez hogy... most, ez most azt az sajnálom, hogy ilyen szalidő van, mert hogyha tényleg az lenne, hogy nem lenne ilyen felázott pálya, bár most ugye a Sparinak is kész lett az új stadionja, ezt e e megmondom őszintén fradistaként is, nagyon sajnálom, hogy nem tudok ott lenni. Egyébként meg az a pálya a Spariba még lehet egy kicsit, bár nem tudom, hogy az ilyen műanyag szalaggal az is be van fűzve, gondolom. Aha. De nekem az utóbbi mérkőzéseken egy kicsit olyan lazának tűnt a talaj, de nem volt szétázva, vagy nem... Csak hát ugye ott is azért idő kell egy fűnek, meg egy szerkezetnek, hogy báljon. De minden esetre... Figyelj, nézek Spariból is egy időjárást, jó? Hogy, hogy ha megnézzük, hogy, hogy akkor hogy, hogy néz ki a dolog. Némán, hát nem jobb a föld, de... <gül> <gül> hát ott is... Na, hát, 18, hát azért 18 fok. Ö, az már egész, izé, persze hidegfront de közepesen felhős, nem fog esni elvileg az eső. Hát én biztos vagy benne, hogy a fázi nem fog senki. Hát ez jó, ez jó, ez jó. Hát, hát ugye ennek két oka van, a, azt annyi sört én nem láttál, mint amennyi ott el fog fogni. Tehát egy, a, így egy, egy, egy látómezőben az biztos, hogy nem fér bele, bárhogy rakod. <laughs> ez egyik. A másik dolog, ez a 18 szok azért egész jó. Tud, tud, És csinált, már játékra is. Csináltak egy statisztikát, ezt akkor bocsánatok, közvágtam. Szerinted melyik két nemzet mérkőzésének az időpontjában fogyott a legtöbb sör egy városban? Melyik, melyik két nemzet? Hát már mikor? Hát körülbelül húsz évre visszamenőleg ja, csinálták így, hogy melyik két nemzetnek a válogatottja találkozik, átlagban fogy a legtöbb sör az adott városban. Skót? Az egyik? Magyar? Nem. A Skót írmeccsen. Ja, hát baj! Hát, nem is értem, hogy miért nem jó, de a skótokat ezért vágták. Ez pont valamelyik nap be egy, egy statisztikában, hogy, hogy ez valami irgalmatlan mennyiség is. És várjatok, ez nem a négy és feles söröket is. Hát nem. Tehát, ne. hogy azért úgy. Vannak olyan söreik, hogy három után. Hát a, víz, a, víz, igen, a vízkit is, de mindent meg tudnak hinni, tehát a Jézus könnyét is. Hát. Figyelj, tehát szerintem így a, a, a gépolajat. Tehát, te... Ha be lehet tőle csápolni. Mert egyébként mondjuk, megmondom őszintén, nekem a viszki semmivel nem jó, mint egy gépolaj, de hát ez is van a kérdés. most biztos egy páran a szívükhöz kaptak. Igen, igen, igen. De volt olyan város, hogy konkrétan a Tantana Army kiitta a sört a városból. Tehát a Skót vágatott hivatal szurkolói csoportja. Hát igen, a sörgyárban is én ügyesen kattogtak a gépek, mert már a víz is minden elfogyott. Jó, lépjünk tovább, mert még a sört reklámoz. reklámoznánk egyébként sört. Igen, igen. Valaki... Reklám, abszolút reklámoznak. Én például egy ilyen, ilyen, eléggé hűséges sörnek vagyok, ha eléggé hűséges vagy, az <laughs> Bár tudom, hogy egy olyan cég tulajdonosa azt hiszem, aki akit nem szoktak szeretni, de hát ez engem nem érdekel, én az ízélményt keresem. Jó, mindegy, hagyjuk is. Oké, okay, e. tehát nagyon várjuk a mérkőzést. Már meg Aj, persze, igen, mert gyerekek. Na jó, hát én ilyen kommersz ízéket hát iszom egyébként, tehát aki tényleg ilyen sörgúrmé, vagy mit tudom én, mit szoktak mondani. Na azt, azt, azt. A, az, az hogy nyilván, simán alkoholista. Az nyilván az ilyen sörökre azt mondaná, hogy hűha. Na de mecs, match, match, match. Ö, igen, igen, igen. és hát nem, nem belga sör. E, oké, oké. Na, mire? Nem So de Egyébként soha életem... Nem, bocsánat, talán egyszer ittam belga sört, kiköptem, és akkor még nem tudtam, hogy több okom is lesz. Arra, hogy ne szeressem. Jó, tényleg most már foglalkozunk. -e? Na nézzük azért ezt a, ezt a, ezt a történést, itt a Először a Sparit nézzük meg. Utolsó öt meccs, az már majdnem az a teljes mennyiség a mérkőzéseknek. <laughs> Ugye Pakstól egy 2 1 vereség Paksba. Ö, aztán otthon Fehérvárral 3-3. Az is jó meccs volt. Szerintem. Fradival 2-1, Fradiba, és nem voltak olyan nagyon, sőt, Ja, tehát egy X-es meccs volt. Sőt, nagyon, nagyon, nagyon mentek, nagyon közlekedtek le is föl. a Loki 3-2, és Kecskemény Nyíregyháza 0-2. Nincsenek idegenbe se beszarva. Tehát, hát, nagyon igen. szimpatikus. Igen, ezek, nem is tudom, hogy, hogy kik, kiket tudnám. Talán, a, talán az olasz fickókat tudnám felhozni. Azok, ...nak mindegy, hogy hogy néz ki a csaj, mindegy, hogy ők hogy néznek ki, akkor is csajoznak ezerre, ha bármi van. Tehát most nekem úgy tűnik a spari, hogy tök mindegy, ki jön szembe, úgy megyünk, mint a gépállat, és akkor mindenkit megeszünk reggelire. Nem? Hát most igen, tehát, hogy ide nekem az a ezt szokták mondani. Igen. Hát... a team nem, de remélem, hogy nem az MB2 győzelmének a lendülete viszi, hanem maga az, amit ott a team elképzelt. Ez egybecseng a, a, az ő, ő önazonosságukkal. Támadó játék, mint halálig, ez na, nagyon, nagyon jó. És hogyha önmagához méltó lenne a Diósgyőr, akkor lenne igazán bár ezzel a Radenkovicsa. Hát egyébként a két csapatnak úgy néznek ki a pontja, hogy ugye a Nyíregyházának van 8 mérkőzésből 10, szintén 8 mérkőzésből, a, a Diós Győrnek pedig 12. És akkor itt úgy alakultak a meccsek, nagyon fontos. Loki, Diósgyőr 0-1. Uh, DVTK Kecskemét 1-0, aztán Győr ellen 0-0, aztán Újpest ellen 0-0, és 2-1 az ETE ellen. Egy van közte, vagy, vagy semmi. És így, ez azt jelenti, hogy 7-8, ha lőtt, illetve kapott, kapott gólok száma, Nyíregyházen pedig 13-16. Tehát két gólt meccsenként burítanak, hát és kapnak másfeled. Hát én azt gondolom, hogy a mérkőzés úgy nézhet ki, legalább úgy képzelem el, a múlt, tehát az elmúlt öt meccs tekintetében, hogy a Nyíregyháza megiszik egy három kávét a meccs előtt, és mint az állat neki mennek a Diós az pedig a Radenkovic taktikájával sündisznóba fog uh -huh. elhelyeződni, és nagyon nehéz lesz őket átjátszani, és a... Egy gólos meccs. Egy gólos meccs, vagy egy max döntetlen. De attól még lehet ez egy rettenetesen jó meccs. Attól... Sőt, én azt várom. Hát a, hangulat... a hangulat, az biztos, azt tudja. <laughs> a tuti... <egyszerre> <laughs> Igen, hangulat már... és sör az lesz. <laughs> az biztos. gondolom, hogy az egész város lehet. És ilyenkor ugye lehetett olyan hangot is hallani, hogy kicsi ez a stadion nyíregyházára. És szerintem is egyébként, hogyha ha nem, nem a teljesítmény. Nem, a stadion drága, és nem kell. Ja, persze. És nagy. <coughs> És minek? <kör> magyar mag mag a... foci mennyibe? Meg, meg adja az egy bites az... erről nem van Nem kell itt senkinek. Ki Inkább kellett volna művész Fo Foci. F F hát férfi szinkronú. az a valami. Vagy hmm. ez a söprögetős szűziskodás. Hát igen, vagy tudod, ilyen, ez a, jégen, tudod, amikor ott... A bárba, én azt... Nem, hogy hívják? Szél. Nem tudom valami. Törling. Az, hát, ja, nem, az, az állítólag régebbi sport, mint a foci. Eh. Jó, oké. Okay. Tehát én azt mondom, hogy a focira nagyon korán rájöttek az emberek, hogy az jó. A körlingre meg még ma se, hogy az. Nem, nem, nem becsüljük igazán. Mit? Tehát nem becsüljük mi a körlinget. Ja, nem, nem becsüljük hogy milyen művészi hatással, hogyan el tudnád képzelni, hogy két curling csapatot söpröget, és még tízezre, mint az állat. Egyébként, így... egyébként várjál, te biztos rettenetesen nehéz, biztos nagyon sokat kell hozzá edzeni, biztos, hogy hihetetlen felkészültséget igényel. Csak minek? Na, hát jó. Ő, én mondjuk a, az olyanok, nem gúnyolodok semmit, nem, nem, mert kétfajta cipőt kéne, ugye mindig az van, hogy kétfajta cipő, az egy csúszik, a másik meg tapad. Ez valami ilyesmi van, hogy most mit tudom, én néztem a béres Alexandrát néztem igaz a seggét főleg, hogy ott ment és is söprögetett, és az egyik cipője tapadt, a másik meg csúszott. És akkor azt mondták, hogy azt hiszem kétfajta cipő kell. Lehet, nem tudom. Akkor ez a száldenye, ez lehet, hogy körlingezik? Lehet, az meg. meg lehet. Van, megvan, lehet. Megvan. Megvan, hogy miért is benne több szufla, mert Azért ott viszonylag keveset. Hát ez egy tapad, már de a talpa várja. Hát igen. Ja, igen, mondjuk a futsal technikus az talpa. Hát nem, várjál, várjál. szól. Na mindegy, beszéljünk a mérkőzésről. Hát most gondolom, ö, kapásból veszítettünk <laughs> A körlingeseket <laughs> igen, mert... na, menjünk a form 1 hogy az, a baj. <laughs> Ú, de egy unalmas szó. <laughs> akkor még egyet menjünk. <laughs> MotoGP, ugyanez. <laughs> <laughs> na, hát én meg nem tudom nézni a... Mit? Egyébként a focin semmi más, De ez, én az, én Én MMA-t elviselem meg a küzdősportokat, de foglalkozunk a Nyíregyházán, mert ott is lesz küzdősport szerintem. El tudom képzelni, hogy a mérkőzés után a két vagy előtt a két tábor találkozik, pecsére sütögetés és a többi. Igen, hát én családi piknik. Igen, igen. Megbeszélik a keresztházasságokat, a a, igen, igen. A, hogy a, 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 Majd lesz mezcsere. Igen. Biztos igen, igen. vagyok benne, sálakkal majd. Lehet, a... hogy elszakad mondjuk közben, de lesz. A, igen, 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 igen. Gyorsan veszik. Én már akkor a szeretettel adná át, a meznét, igen, igen igen Igen, hm. igen. Szóval elképzelhető az ilyesmi. Egyébként ez tök jó, mert én most elmennék oda, valószínűleg engem mindenki megverne ott. Tehát, hogy... És... Nem tudom, szerintem engem. Á, és, meg... jogos és tök jogos lenne. Hát még Szabolcsban sok a de lehet, hogy azért ezen a meccsen én is kapnék. De az, az, még a plusz. Az még a plusz, mert a, 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 a laktam, és ezért Nyíregyházán, nekem oda vannak nagyon jó emlékeim, sőt, ráadásul a szomszédban laktam, a pálya szomszédjában. hát Miskolcon megszülettem. <laughs> Úgyhogy mindenkinek van. Ó, de szép kombó. Agyom, agyom. Ja, és akkor egyébként meg, látjátok, tehát, hogy így szól azért hűha. Van itt baj. Na de visszatérve a mese, nem tudnék egyébként ilyen igazán komolyan, és ez nagyon jó, tippelni. mert azért nem tudok tippelni, mert uh, sok ismeretlenes az egyenlet. Igen, de én mégis azt mondom, hogy, hogy szerintem egyet itt a Diós Györgyet gurit, a Nyíregyházát pedig meg tudja akadályozni ez a betonvédelem. Hát, nem nem tudom. De de ezt nagyon úgy mondom, hogy de ha a gól... történik... Nem tudok tippelni egyszerűen. Én azt gondolom, hogy egy gólos meccs is ilyenkor szokott lenni 5-5. Tehát, hogy én azt mondom, nem tudom. Az, hogy melyik, még, még, csak azt sem tudom, mert, hogy melyiknek szurkolok, mert megmondom őszintén, mind a kettő szimpatikus a Radenkovicsot kivéve. Tehát, hogyha ön azonos a Diós akkor, akkor, nagyon tudok nekik drukkolni. A Nyíregyházanak meg most. én meg úgy vagyok fel, hogy mind a két csapatot támogatom, mert azt nem mondom, hogy a szurkolók vagyok, de abszolút támogatom. E és, és most akkor melyik ujjamba harapjak? Tehát, hogy, hát, mondom ezt úgy, hogy mind a ketten Azért látjátok, tehát a jóság. Maga. Hol a kereszt? <laughs> <laughs> ja, ez meg igen, ez va Ja nem, ez még szombaton lesz, ez fél nyolcas kezdéssel. És ugye megnéztük, hogy házában milyen idő lesz. Hát, 18 fok, hát fél nyolcas kezdés után ott már nem lesz 18 fok, hanem azért ilyen... 15, De forró lesz a hangulat utána. utána. Igen. Úgyhogy... Úgyhogy... Hány, nagyon jó lesz. Nagyon jó, jó lesz. lesz. Ezt, ezt, mindenki nézze, most már csak olyan felszújtást tudok tenni, hogy, hogy mindenki a tévéképernyők előme elé, mert elé, nem, stadiom, hogy nem. Hát maximum egy fűszál helyett ki tudsz bújni. De hát... Uh. hát a labda. <gül> <gül> szóval... Majd még a tornacsarnok tetejéről. Vagy most már be lehet oda látni? Vaj, most már nem. Hát én megnézem. direkt így megheszeltem, hogy ahol... nem. Direkt úgy csináltak meg arról hogy... <laughs> Ja, hát. Nem kellett volna még ennyivel maga, de ráhúzták. <laughs> Ilyenek, Na oké, okay, hát lépjünk tovább, szlovák mert... Szlovák-lengyelek érdekeljük. <laughs> azt hiszem, legalábbis, és akkor egyébként ez nem uh, szitok szó, hanem Tírpákok. egy népcsoport, igen. a tírpákoknak azt hiszem, hogy a felmenői hát? között szlovákok meg lengyelek. Hát Voltak a... valaha... Ha valamilyen szlávos... De, társaság... hogy mindegy, hagyjuk is. De a lényeg a lényeg, hogy ezen a mérkőzésen én most bemondtam egy halvány Diós Győr győzelmet. Nyilván ezért most uh, nyire egy hogy más a rámánynak. Nem tudom, nem tudok dönteni. Mert... És tök jogos, mert őnek nekik neki legalább annyi, hanem kicsivel több esélyük van, úgyhogy... Úgy... egy gólos döntetlen. Ah. <laughs> nem tudok dönteni. Ah, egy nurra döntetlen játszik a <laughs> DVTK <-tékkel> saját magával. <laughs> Jó, hát akkor ezt így jó kitárgyaltok, mindenről volt, hogy csak arról nem, hogy, hogy mi lesz ezen a meccsen, de tényleg nem tudjuk. Nem, jó, ha Viszont a következő meccs, ami fél négykor lesz, vasárnapi abszolút tudjuk, vendéggyőzelem. Igen? A Újpesten bezve. játszik az ette? Ja nem, ford. Zetébe játszik. fütyös, fütyös zetébe. É, most a, az Újpest a múlt héten ugye nem, nem hozta azt, amit vártak tőle, de most mivel a Zetesem az a, az a kontaktkereső csapat, az Újpestből kijöhet a kvalita. <laughs> hát igen, azt kell, hogy mondjam, én is, én is, ezt, hogy egy egy vagy két gólos újpesti győzelmet. Hát nem ezt várom, hanem ezt, ezt látom a meccsbe, bár ugye jobban szeretném, hogy a zalajek odaverjenek, de, de most valahogy nem látok olyan karaktereket. Én is azt gondolom, hogy, hogy és most minden viccet félreté, vagy szerintem az Újpest nagyobb esélyes. Ez a mérkőzés egyébként tényleg csak az Újpesten múlik abban az értelemben, ha a... Bár azért a Márton Gábor fel tud rakni erősen védekező csapatot is. Csak ne ugye a... az a kérdés, hogy ő mit választ? Fel tudja rakni, de alapvetően nem az az, a, a, nem az, az alapvető hozzáállása. Uh -huh. Ö, és meg azért az is kérdés, hogy vajon mennyi olyan védője van, akik jól együttműködve tényleg tudnak csinálni oda egy lövészárkot a 16-os elé, mert nem biztos, hogy feltétlenül sok van, és lehet, hogy akkor már azt mondja, hogy inkább ha vannak gyorsabb embereim, elől, akkor inkább azt próbálom meg, hogy az Újpest a gyors embereim miatt ne az én térfelemen közlekedjen, és tulajdonképpen a támadás a legjobb védekezés cím szó. Csak akkor megterülete lesz az Újpestnek, szóval ez egy eléggé 22-es csapdájának tűnik az ETE oldaláról. Mondom, az Újpestnél pedig csak az a kérdés, hogy vajon rájöttek-e arra a megfejtésre, hogy ö, miért döcögött az utóbbi ö, mérkőzéseken a támadójáték. Azon túl, hogy felállt védelem ellen, ez még nem túl oké, de nyilván itt a játékosok összeszokása, az egymás rezdülései, a, az egyéb dolgokon kívül, itt az edzőnek azért van feladata. Tehát itt azért, hogy hogy rakom fel azt a csapatot, az még mindig az edzőnek a... Mert olyan értelem, nem, hogy hogy kit milyen terület. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy jobboldali középás, az azért rettentő sok mindent jelentett, vagy középső középpályás, stb. stb. Hát én úgy látom, hogy a, ezekkel, a, ezekkel a területvédő csapatokkal nem tud mit kezdeni az Újpest. Tehát ők ugyanabban vannak, mint mi egy pár évvel ezelőtt a Fradinál, hogy megvannak a jó játékosaim, de ha felállnak védelembe, akkor az Istenek nem tudjuk őket átjátszani. Egyet felejtettem még a Nyíregyházáról, bocsánat, még csak mindenféleképpen akartam volna mondani, hogy többen is megjegyezték, hogy a Nyíregyházán van egy-két olyan játékos, akit lehet, hogy a válogatott környékéről már lehetne pedzegetni. Persze, persze, ez egy nagyon fontos dolog. És azért én azt mondom, és ez egy jó hír, egyébként az összes mb 1 ben játszó magyar játékosnak, hogy azért rossz vigyázó személyem ott bizonyak, és hogyha erre a mérkőzésre nem megy, akkor óriási hibát véd, mert erre szerintem mindenképpen el kell menni. Jó, persze lesznek olyan időszakok, amikor nem tudom, milyen véletlenül ködlepi el a pályát, eset, szóval ilyesmi előfordulhat, de, de, csak az időjárás. De Újpestel kapcsolatban is egyébként, hogy a Rossi biztos, hogy ott lesz, ugye Geiger és tehát, hogy van, 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 ott van a fiatalok között egy-kettő, van, aki van mataszkál valami, és nem azért, mert... És egy, egyébként az, azzal, hogy, hogy a, a Rossi hiára a, 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 NBB egyes meccsekre, azért az szerintem motiválja a játékosokat, és ugyanúgy, mint Nyíregyházán, ugyanúgy majd Zalába is érdemes lesz elmennie, mert vannak, van több játékos, akit szerintem földobasz, hogy ott van a kapitány. Igen, és ráadásul ugye, hogyha ha szinte biztosak lehetnek benne, hogy úgyis ott lesz a mérkőzésen, egy idő után ez egy megszokott dolog lesz abban az értelemben, hogy, hogy nem lesz ettől görcsös egy játékos, viszont Ugyanúgy fontos, tehát valószínű, hogy hogy inkább ö, a pozitív van kihozza a játékosokból ez a jobb teljesítményt, és bármilyen furcsa, hogy ezt mondom, de a Marco Rossi emeli a bajnokság szintjét. Jó, nem mondom, hogy ez egy ilyen elszállt a bajnokság szín. De lehet látni, több de, jó meccs van. Igen, igen. És úgy általában is a bajnokság színvonala szerintem most így nagyon, nagyon bedurrant itt ezen az őszön. ne azt gondolom, és ezt már többször mondtam, hogy ö, bár a Diós Győr játékára azt mondtuk, hogy hm, meg nem azonos, meg mit tudom, De azért az, hogy ilyen kevés gólt kapnak, azért az egy most egy unikális dolog. A Sparinak a, ez a... Egy üdes színfolt, a most nagyon... Igen, ez a megalkovás nélkül játék a hűha. A Fehérváron úgy néz ki, hogy a, a fiatal srácok csak fel tudnak nőni a feladathoz. A felcsút bemutatta, hogy nemzetközibe is tudja azt a kőkemény olyan szilárd játékot nyújtani, mint amit itt az, az NBA ben Az Újpestnél egy jelentős minőségi változás ment végbe. A győr építkezésben építkezésbe van. Szóval, hogy most hány csapatot felsoroltam, és a Lokiba is ott van a lehetőség. Most, ahogyha megnézed, a, a a paks most sem szerepel egyébként rosszul. Uh, nyilván ott van a, a harmadik helyen, milyen rossz szereplésről kellene beszélni. Uh, itt azért, itt azért történik valami, ezt észre kell venni, és <coughs> most nem azt mondtam, hogy ez a világ legjobb bajnoksága, nekem persze az, de hogyha most uh, objektívek akarnánk lenni, mint ahogy egyébként nem szoktunk akarni ezzel mm. kapcsolatban, akkor azért még nem tartunk úgy sehol. De azt is észre kell venni, hogyha valami pozitív irányba elindul. Szóval az ETE Újpest mérkőzésen. Újpesti győzelmet várok én. Én is, és ezt nem azért mondom, mert ez a, az én csapatom, hanem azért, mert szerintem ezen a mérkőzésen a Márton Gábor nem fogja tudni kisakkozni azt, hogy ne legyen egy idő után tere az újpestnek ahhoz, hogy ezeket a akár látványos támadásokat végig vigyel. Ezen még akár a adott esetben egy rossz talajú pálya sem fog egyébként véleményem szerint rontani. De azért megnézzük itt is a, a hogy milyen időjárás lehet számítani. Na hát ez most már tényleg nincs benne az alágerszek. Hát én, én azért itt, én, én fogok írni ide ezeknek, hogy hát mi az. <laughs> nézzünk oda. Hát komolyan mondom gyorsan. Hát ugyanolyan 16 fok. Ez nem, nem, nem. Várja. Igen, ilyen... Mert hogy Zola... hülyeséget írtam be. Zala. E. <laughs> Na, hát akkor kérem szépen. szépen. Társék meg. Hát azért ott vasárnap... 17 fok. Ö, közepesen felhős. felhős, ilyen ködös, ugyanakkor 17 fok. Hát most azért, hogyha megnézzük, ez a mérkőzés, ez ugye 15-30, hát ez akár még egy viszonylag, aránylag jó idő is lehet. Ö, nem fog szemébe sütni a nap a kapusoknak, az biztos. Hát ö, vin, vinni, vinni kell majd magad, magatokkal a tradicionális lány nevű dolgokat, a pirót. Kicsit világosabb legyen. Nem is tudom, igazán még megtippelni se tudom, hogy jó lesz a hangulat, vagy nem. Kicsit szürkébb meccs lesz szerintem. Mint a... Szerintem a vendég az telt lesz, vagy tele lesz, mert jó ebből a szempontból a rendezési időpont, mert hogyha ott vége van 17-30 környékén a mérkőzésnek, akkor meg emberi időbe vissza lehet érni zalából, minden további nélkül. Szerintem a támogatással szurkoló oldalról nincsen gond semmiképp mostanság az Újpestnél. A zalaiakat meg arra szeretném buz, buzdítani, hogy minél többet. Tehát, hogy, Még ott is van ám Persze, persze, csak, csak mondom, ott nekem ilyen érthetetlen, persze biztos az, az ezt el tudnák mondani, körülbelül három mondatban, de hogy ott mindig van egy, ez amiről már többször beszéltünk, hogy, hogy ilyen Ilyen seveletsen nélkül viszony a klub és a szurkolók között, hogy egyszer, mintha nagyon jó lenne minden, és egy irányba állnak, másról meg így hirtelen, mintha összeugranának, aztán megint kiegyenesedik. Most, mintha egyébként nincsen semmi, csak most valahogy úgy, mintha a szurkoltábor, és most nem a kemény magra gondolok, és hanem úgy a, a nagyobb, szélesebb tömegre, az, mintha elveszítette volna egy kicsit most az érdeklődését. Én egy kicsit keveslem. Nem tudom, meg kéne. Kér... Meg kéne kérdezni a hogy van-e már alapszabály. <laughs> a, a, leg, a legtovább az a alajaknak a nem volt alapszabályuk. I, igen, igen, igen. De ez most történelmi. Igen, igen, volt. igen, jó, igen. Igen. <laughs> igen. De jó, kihúzták pár évig, úgyhogy nem volt. Évtizedig. Vagy évtizedig. Évtizedig. Igen, igen. igen. De foci az volt, meg működött. Az, az tehát, volt csak az a... alapszabály, nem volt Igen. Tehát, hogy így. Jó, és akkor jön egy zöld-fehér. Hát. Paski, Paski FC? Igen, hát, ha a Paks nyer, akkor az nekik rangadó. <kül> 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 Másik oldalról én, ne haragudjon meg senki Pakson, rangon őnek tartanám, de mindegy. Uh, nem, a bajnoki tabellát megnézve, meg a tavalyi eredményeket is figyelembe véve az tényleg ez a forduló mérkőzése teljesen komolyra fordítva az szó. A Paks ugye bízhat abban, hogy sokkal jobb a kondia, legalábbis, hogyha a Ferencváros leharcolta magát a ellen, de van egy észrevételem. Igen? Nem, nem jobb a kondiuk kicsi. Nem, Tehát, ráadásul hogy... szerintem úgyis én legalábbis azt tippelem, hogy... Ha csak most... Szabó János, le nem surrant két fél dekert. Igen, igen, ez Szabó János nélkül nem paks a paks. Hát, Tudod mi? szabolyános Szabó János nélkül tudod, milyen lenne a paks? Hát... Nem tudom. Mint a dugás <laughs> <laughs> Nem, nem tudom. Hát mint a fiú Tóth Mari <gül> <nélkül>. <gül> 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 Jó, hát én szerintem úgysem a, a Varga Bornobásék. Ezek legalábbis én azt gondolom, hogy egy, egy Pesics, Gruber, Eszen fog rohamozni kell a pihenés, mert szerintem ez a, ez a Tatanem meccs is sokat kivett a csapatból, viszont ha megnézted... A száldánya gondolom most így rápihen majd a bárgó szünet <laughs> után, majd esetleg. Én, 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 szerintem, de ha megnézted a Tatanem meccsen, nem pukkadt ki a Fradi. Nem, nem, nem. Azért mondom, hogy, hogy egyébként ott elég jó volt a rotáció. Tényleg lehet olyan játékosokat pályára küldeni. Sőt, ugye van, ahol kell a védelembe. Ha, ha, ha akarnak, hanem más játékost küldeni. Hát az kemény, tehát az, hogy kulcson, fekszel. Hát azokat lehet hallani. Mert én hallottam egy valamit. Hát, hogy nagyon menni szeretne a Frediból már. Mert, hogy valami ilyesmit hallottam, hogy valamelyik mérkőzésen, amikor meghallotta, hogy nem művőkezdő, akkor beült a feleség autójába és elhajtott. <haz> Ezt én hallottam egy sráztól, tehát, hogy semmi sem Semmek... információt, tehát nem... Mit szoktak mondani? Sem megerősíteni, se cáfolni. Nem akarom. Értem. Csak ez úgy megütött a fülem, képzeld el, megyek az utcám, megáll mellettem egy birinyós srác, akit egyébként így ismerek. Mm. És látsz te... volt, hogy hallottad? És bár... a direkt téged kereslek Mondom, igen. <hállt> 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 és hogy mert hogy nem tudom, valami adással kapcsolatos, most meg nem mondom, sajnos nem teszem eszembe, és elnézést kérek tőle az észrevételével kapcsolatban, de hogy aztán elkezdtünk beszélgetni, és akkor mondta ezt a, ezt a történést, hát mondom, ez így nagyon frankó. Ezért, mint az ez érdekes lenne, hogyha most mindent egybevetünk, mert ezért nagyon komoly bírságot kapnak. Hát ezt a, ezt a, ezt a, Ferencvárosban nagyon, nagyon nem díjazzák. Igen, az meg ilyet. azért ahhoz kell valami, hogy, tehát hogy, hogy ezt kiváltsa. Tehát most, és akkor nem akarok semmit, mert nem, nem, tudok az ügyben semmit, de hogyha ez így lenne, akkor azért itt nem tudom, az egy nagyon ö, furcsa történés. Minden esete, ezt tényleg ne tovább, mert mondom, egy plegykáról van szó, ami majd kiderül egyszer, hogy hogy, majd volt, vagy hogy nem volt. Majd megkérdezem, van rám, mire ezt a frici papában, hogy ott szokott ebédelni. <laughs> fradi mezben, vagy Fradi Mindenki tudja, hogy ki uh -huh. Hát ö, ö, na, tulajdonképpen ő szeretne menni a fradi többi több játék lehetőséget, szeretne kapni. Ö, kicsit ilyen sértődöttnek tűnt egyébként ö, többször is. Uh -huh. Nem tudom. Mindegy, erre a témára majd visszatérünk, hogyha tényleg hivatalos információk lesznek erről, vagy megbízható forrásból származó információk. Most én az ismerősemet nem nevezem megbízhatatlan, hanem azt mondom, hogy én nem ellenőriztem ennek a hírnek a, a, az igazságát, úgyhogy én ezt csak mint plegykát tudom kezelni. Na de vissza a meccshez a Fradi nyert, mert a Fradi játékosainak meg kell mutatniuk azt, hogy a magyar bajnokság az mégiscsak egy másik kávéház, egy kettő, hogy Száldánya mellett mások is tudnak gólt rúgni, és ez most, az a hármas, amit hintett a Száldánya, az a többieknek szerintem azért vérci ki. É, egyébként abban is biztos vagyok, hogy ha nem állna úgy a széna, az utolsó negyed óra, 20 perc, 25 percre, biztos, hogy bedobná. Mert száldánya annyival jobb, mint a, a paksi véden, ha csak nem rúgják hagyjon a harasztijék. Egyébként a Fradi akár is engedhetné ezt a meccset, de... Nem fogja elengedni. A, nem, a, elengedni. a, a Paks tett arról, hogy a Fradi soha ne engedje el. Meg a Jánzánnek most, ugye nem, nem ingott meg a padja, csak ugye a, ugye, a nagyon okos elnökünk tett egy-két olyan megnyilvánulást, hogy szerintem ő most mindenkit nagyon akar majd verni. Vagy legalábbis egy gólokkal ö, próbálnak Figyünk, Ha Ha... Bár én nem vagyok célcsoport... De engem a tete nem elleni mérkőzés meggyőzött. Tehát... Igen, csak az a baj, hogy tehát ilyen meccsek lennének minden hétre, mindenkinek. És akkor ugrásszerűen... És, hát és akkor mi lennék a Premier League? Hát, de nem az, csak hát legalább, vagy nem is, legalább... Ami még mindig BB az... Legalább, vagy olyan színvonalú meccsek kellene, mint a Fradi felcsút, vagy, vagy akár a, 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 Nyíregyházának a Lokéleni meccse. Vagy a Fradi Nyíregyház, az vagy a Nyíregyháza Fradi volt? Nem, itthon, itthon, volt az, az juton, és úgy, hogy győztünk, és volt Ficó. és igen, nem igen, a nyíregyieknek. Igen, igen, igen. Hát igen teljesen jogosan őket, én is megtapsoltam volna, mert nagyon király, amit csináltak. Na, szóval... Ö... Hát én, igen, én is Ferenc a győzelmet várok. Hát nem egy akciódus mérkőzésen, de én szerintem ö... szerintem egy, egy kettő-egy. Környéki eredményt várok, egy szűk egy gólos, de biztos győzelmet. Oké, okay. na most, ugye ezen a héten, akkor ezek szerint úgy néz ki a történés, hogy a felcsút vendégeként nyitja a hetet egy péntek esti futballázza a Loki, aztán viszont csak 19-én folytatódik oh, ezután, a 9. forduló. Elvonási tünetek lesznek. Hát, abszolút, tehát, hogy kész, tehát, hogy. 19 én, de hát akkor is egyébként a Loki ö, ö, lesz a péntek esti szereplő, csak akkor éppen a Paks ellen. Jaj, Jó kis pá... Tehát annyira, annyira rosszul jön most neki ki minden. Nektek ö... is komoly kihívás lesz. Ezt a meccset is várom az Újpest nyíregyházán. Egy most minden olyan meccset várok, ahol a nyíregyháza játszik egy olyan csapattal, aki nem seggel be. Igen, igen, igen. De ez, ez én nagyon várom ezt a meccset is. Úgyhogy úgy, oké, okay. de közben azért lesz válogatott mérkőzés is. ugye Magyarország, Hollandia. Elmondjam a holland ö, válogatott név sorát? Ö, már, rosszul van, már rosszul vagyok. -e. Már megláttam a játékos értékeket. Ilyen pingpong, meg ilyen Gertrude, vagy ki Gertrudia, meg ilyen kimondhatatlan nevek, mert oda le van írva valami, de tuti hogy tök mást kell mondani. Mindegy, ö, az a lényeg, hogy azért ez a mérkőzés, és most ö, itt csak tényleg. Hú, mennyi született holland van, te jó Isten. A, igen, hogy itt ezt a mérkőzést szerintem ne, nem fogjuk most mi így boncolgatni. Ugye ez 11-én lesz ö, ez a meccs, tehát gyakorlatilag pont egy hét múlva. Úgyhogy addig még majd jönnek infók és annak birtokában majd itt ö, csinálunk egy beharangozót, illetve a várakozásainkat majd elmondjuk, illetve majd október 14-én lesz ezután a Bosnia-Hercegovina alsó ö, elleni mérkőzés. Ó, uh, ez is egy ö, ilyen darálógépek. az Bosnia-Hercegovinában, hát ugye Ferenc Jóska kedvenc, <gül> <gül> ö, mert neki azt kellett. Az kellett. Nem azt, vagy Na, szóval a lényeg a lényeg, hogy ö, most még ma, még máma van már. <laughs> Figyelj, ez borsodba, ezt ez simán el lehet követni azt a szívt, ezt a hogy mondatot. Ez. De a lényeg az, hogy ma este 8-tól indul a nem BB egy kilencedik fordulója. Tehát, hajrá szurkolók! Hajrá magyar foci! Sziasztok! Sziasztok! Írni, megosztani, lájkolni! Minden ilyesmi tevékenység. Igen, meg most jövünk ezzel. És vegyetek takarékbélyeget is. Sokat. Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel, vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!